Gondoltam, hogy a következő kísérletben pedig egy különleges konnektorról szeretnék beszélni. Ez a különleges konnektor, ez itt látható. Ide szépen bedugjuk ezt a konnektort, tehát ez szerintem jól látszik, hogy itt a zsinór, ide hoztam át, és hozzákötöttünk egy feszültségmérőt. Két darab izzót hoztam magammal, az egyik izzó az egy 24 voltos, 15 wattos izzó, a másik izzó az pedig ennek a tartaléka, a harmadik izzó akkor pedig egy 230 volt, 15 wattos izzó lesz. Tehát mindennek van tartaléka, nehogy nem működjön valami. Tehát akkor ezt szépen ide becsavarom, és akkor szerintem mindenki láthatni fogja, bekapcsolom, akkor ez a konnektorról működő izzólámpát bekapcsoljuk, és mutatja, hogy ez 230 volt, tehát a helyi hálózati feszültséget tudjuk megmutatni vele. Ez az első lépése a kísérletnek, és a második lépés az úgy kérdeződik, hogy ugyanebbe a konnektorba, ugyanebbe a lámpafoglalatba betekerek egy 24 voltos izzólámpát, hogy az vajon meddig fog világítani? Mennyi lesz az élettartama? Úgy is mondhatnám, hogy az első 10 másodperc után van-e, aki ezért akár csak egy lyukas két fillérest adna ezért az izzólámpáért? Világos, ugye? Tehát csak azt látják, hogy ezt itt kapcsolgatom, bekapcsolom, és azt hiszem jól látszik, hogy ez egész jól világít. És akkor nézzük meg, mert ugye a mérés határt muszáj megváltoztatni, hiszen a 300 voltnál lényegesen kisebb feszültségről van szó. Bekapcsolom, és azt hiszem látszik, hogy ez éppen 24 voltos. Na most a kérdés az, hogy hogyan lehetséges ez. Ha otthon elvégeznék ezt a kísérletet, akkor ne tegyék. Tehát, vagy legalábbis mindenképpen legyen kéznél egy villanyszerelő, aki majd visszakapcsolja a hálózatot. Megmutatom még egyszer, mert hogy ez félig meddig, hát nem mondanám csalásnak, de valami ravasság azért van benne. Hát itt van egy 24 voltos, itt a 230 voltos izzólámpa. Visszacsavarom, és az a kérdés, hogy most mit fog tenni. Hát szerintem mindenki jól látja, hogy most 300 voltos méréstartományban mutatja azt a 230 voltot, ami egyébként eddig is volt. Hogyan lehetséges ez? Úgyis mondhatnánk, hogy van-e csel benne, vagy esetleg az a történet, hogy eladtam reggel az ördögnek a kísérlethez sikeréért a lelkemet cserébe, és aztán most már lélek nélkül állok itt önök előtt, vagy esetleg fizikakönyvet olvastam. Tehát ezeket kéne megpróbálni körülnézni, hogy hogyan lehetséges ez. Azért beszélek el hosszan, hogy mindenkiben megpróbáljon a megoldás megszületni. Tehát abban reménykedem, hogy akinek van ebbe tapasztalata, az azt mondja, hogy há, biztos, hogy úgy csinálta ez a jó madár, hogy. És akkor mindenki gondolja ezt végig, addig én megpróbálom rávezetni önöket, hogy hogy is néz ki ez a történet. Az első dolog, ami tipikusan rossz megoldásnak szokott lenni, hogy azt mondják, hogy itt van egy áramgenerátor van itt erre elhelyezve itt valahol hátul, és hogyha tényleg be akarnám mutatni, hogy valami van itt hátul, tényleg itt van, tehát hogy nehogy azt higgyék, hogy én csalok, nem vagyok bűvész, csak egy bizonyos ideig az adrenalin szín növelése érdekében ide eldugtam ezt az eszközt. Tehát itt van ez a doboz, vagy mi lehet ebbe a dobozba? Ugye áramgenerátor azért sem lehet, mert hogyha valaki előveszi a 24 voltos és a 230 voltos izzólámpának az adatlapját, akkor ugye a 230 volthoz, hogy 15 volt, ilyen sokkal kisebb áram kell, mint az 24 volton. Tehát az áramgenerátor az biztosan nem jó, a feszültséggenerátor az világosan nem, hiszen a mérőmű szerint mutatja, hogy egyszer 24 volt, egyszer meg 230 volt, és érdekes módon de lehetséges azt is gondolni, hogy valószínű, hogy kimondtam ezt a szót, és akkor az ott ez értelmez, ilyen szövegfelismerő van elhelyezve benne, és akkor az idő oda kapcsolgat, de higgyék el, hogy nem ez a lényeg, hanem azt kell tudni, hogy az áramkörök alapjául működtető áramforrásoknak van egy lelki világa. Speciális áramforrás, ez egy olyan áramforrás, aminek a karakterisztikája ez a két izzólámpához van fölépítve. Ez azt jelenti, hogy amikor
nézzük meg, kicsavarom a lámpát, és mindenki érteni fogja, hogy abban a pillanatban, hogy én ezt kicsavartam, és az izzólámpa nélkül kapcsolom be, akkor a feszültség lényegesen nagyobb lesz abban az esetben, hogyha terhelés nélkül járatjuk ezt az áramforrást. Hogyha én fogom az izzólámpát és becsavarom, akkor nézzék meg, hihetetlen nagyot fog esni a feszültség abban a pillanatban, amikor bekapcsol a lámpa. És ekkor beáll az a feszültség, ami ennek a lámpának való. Abban az esetben, hogyha fogom, persze, hogyha itt lenne egy érintésvédelmi szakember, az most valószínű tépni a haját, hát ezt már így, otthon ne így csinálják, de most kivételesen az, hogy lehessen látni, hogy mi történik, ennek az áramforrásnak egy nagyobb terhelés esetén nagyobb lesz a feszültség esése, de ebben a két speciális esetben a teljesítmény, tehát a teljesítmény az ugyanakkora marad, csak a feszültség változik, és hogyha letekerem ugye 30 voltos mérés határa, mindenki láthatja, hogy éppen 24 voltat ad. Miért is kapcsoltam ki ilyen gyorsan? Hát azért, mert hogy ami ide be lett építve, az nem más, mint egy transzformátor, ami a transzformátornak az a feladata, hogy a hálózati feszültséget föltranszformálja, és a transzformátorral be van kapcsolva tehát az izzószállal sorosan kapcsolva, be van kapcsolva egy ellenállás. És az ellenálláson az egyik esetben egy nagy feszültség esik, a másik esetben egy kis feszültség, de mindig az áram és a feszültség szorzata éppen 15 lesz. Ez így van kitalálva. Én azt veszem észre a szemekből, hogy van, aki nem érti. Nem baj. Nem baj. Én azt gondoltam, hogy ez esetleg így lehet. Nem baj, mert én ezt leírtam papíron egy kis dolgozatba, és ezt a dolgozatot a honlapomra ki fogom tenni, úgyhogy ez ma estétől elérhető lesz. De esetleg túl sokáig tartana a kutatók éjszakán, holnap reggelre lesz ott. Jó? És akkor a két lámpának a rejtélyes megoldást ebben a dolgozatban ki fogom tenni, úgyhogy hát te haragudjon az, aki... Én úgy gondoltam, hogy a kutatók éjszakáján muszáj valami olyat mutatni, hogy ami mégiscsak elgondolkodtatja az embereket. Tehát nem okos konnektorról van szó, nem arról szól a történet, hanem arról, hogy az áramforrásoknak a karakterisztikája milyen. Ha valaki fölteszi a kérdést, hogy miért, nagyon... Két mondat után el lehet jutni oda, hogy télen nem indul be az autónk, mert hideg van, és az akkumulátor valamiért oknál fogva megváltoztatta a karakterisztikát, és már nem alkalmas, hogy elindítsa az autót.